A Dombovári Művelődési Házban ismerkedhettek a pedagógusok, a diákok és az érdeklődők a már sokak által jól ismert határtalanul program 2021. évi kiírásával. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna 2 kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője ismertette, a hetedikeseknek szóló pályázat keretösszege 1,3 milliárd, a középiskolásoknak szóló pedig 500 millió forint. Mindkét kiírásban 500 ezer és 5 millió forint közötti összegre lehet pályázni. A pályázatokat október 29-én 14 óráig lehet benyújtani elektronikusan a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. A határtalanul programról 2010-ben döntöttek, az első buszok 2011. június 4-én indultak el Budapestről, emlékeztetett az államtitkár. A Nemzeti Összetartozás napján gördültek ki az első autóbuszok, amik hetedikes gyerekeket vittek határon túlra, Azóta közel fél millió ö, tanuló vett ebben részt, nagyobb részt hetedikesek, illetve középiskolások, és ö, valamilyen részben pedig határon túli középiskolás gyerekekről van szó. Örülünk annak, hogy a kormány százszázalékos támogatásával a gyerekek a 12 év alatt el tudnak, magyarországi gyerekek el tudnak jutni határon túli régiókba, illetve meg tudnak ismerkedni hasonlókorú gyerekekkel, tanulókkal. Van egy felmérésünk arra vonatkozólag, hogy ennek a programnak miket is köszönhetünk, legalábbis az ifjúság szempontjából. 65%-uk nyilatkozta azt, hogy életre szóló kalanddal tért haza. Bár erre nem kérdeztünk rá, hogy mi volt ez pontosan, de örülünk annak, hogy, hogy ilyen élményekkel jöttek haza. 78%-uk nyilatkozta az egyetemistáknak azt, hogy járt már határon túl, és közel kétharmaduk mondta azt, hogy, hogy egy, de még inkább. Több barátjával napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot, akik határon túliak. Akik esetlegesen a, a 20-as évben vagy a 21-es évben nem tudták a, a kirándulást lebonyolítani, azoknak lehetőséget adunk arra, hogy 22. augusztus végéig ezt meg tudják tenni. Olyan a járványhelyzet sajnos, hogy. Időről időre változik, most éppen rosszabbodott határon túli régiókban. Miniszter úr kérte is, Káster miniszter úr, hogy az utazásokat mindenki halassz el november 2-től. Ennek a programnak az az alapvető célja, hogy a gyerekeknek a tárgyi tudását megerősítsük, akár történelmi, néprajzi, vagy földrajzi, vagy bármilyen kulturális tudásról van szó. Ez az egyik oldala. A másik oldala, akik részt vesznek egy ilyen kiránduláson, akár egy osztályközösség, közöttük a, a, közösséget megerősíti, a közösségi szellemet, illetve élményekkel térnek haza. És ami a legfontosabb célja ennek a programnak, az pedig az, hogy a gyerekekben erősítjük a hazaszeretetet, és a nemzeti identitásokat erősítjük meg, egyébként pedig azoknál a gyerekeknél is, ahova ők mennek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akik részt vesznek ebben a programban a következő 50-60, akár 70 évre is, annyira megfertőzzük őket a, a hazaszeretettel, csúnyán kifejezve magam, hogy ők át fogják adni ezeket a dolgokat mind a, a saját gyerekeiknek, és az unokáiknak ez a programnak a célja. A kormány támogatásával a diákok olyan élményekkel gazdagodhatnak, melyek egy életrát elkísérik őket.